Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A sok-sok beírás és kérdés felvetette bennem azt a gondolatot, hogy lehet, hogy össze kellene jönnünk, és találkoznunk kellene valami, nem tudom, színházterembe, vagy hát valahol, ahol lehetne közvetlenül a kérdésekre válaszolni. Minden esetre most úgy látom, hogy a leginkább az aszcendens és annak a jelentősége az, amit nagyon sokan nem egészen látnak át, vagy tehát most ugye az elmúlt időszakban az aszcendensre lebontva tettem közzé egyfajta sorozatot, ami a spirituális tanítást a különböző jelekhez kapcsolja, de elsősorban az aszcendens vonatkozására. Tehát beszéljünk egy picit erről, hogy mi is ez az aszcendens. Az aszcendens az valójában nem más, mint egy adott földrajzi helynek a horizontja. Nem szeretnék most túlságosan belemenni a dolog matematikai részletezésébe. Az a lényeg, hogy a Föld bármely pontján állunk is, mindig lesz egy kelet, meg lesz egy nyugat, tehát lesz egy horizont. Csak a dolog matematikai része az nem a, ugye hát ha a Földön állunk, akkor valójában egy érintőségben találkozunk a talpunkkal a Földdel, csak a Földnek domborzati viszonyai vannak, és ennek következtében, hát más ugye egy hegyen a horizontális látás, tehát hogy hogyan is látom én a horizontomat, és nyilván más egy tengeren. És akkor még nem beszéltünk a Föld középpontjáról, mert hogy valójában egy adott helyhez kapcsolódva meg kell nézni a matematikai horizontot, és ez bizony a Föld forgása következtében minden egyes pontján a Földnek van horizont, eltekintve attól, hogy érdekességek vannak a 66. szélességi öv fölött, illetve a déli sark irányában az alatt. Mondom, most nem akarnék a dolog matematikai részleteibe belemenni. Az emberiség nagy része nem a sarkörökön túlél, hanem a sarkörökön innen és az egyenlítő között. Tehát minden egyes pillanatban a Föld, ahogy elfordul, egy adott terület aszcendense találkozik az ekliptikával. Tehát az adott területnek a felkelő pontja, ascensio, felemelkedni latinul. Tehát végül is azt a pontot jelenti, azt a horizontális pontot, ahol felkelnek az égi testek egy adott földrajzi helyen, és a descendens pedig azt a pontot, ahol lenyugszanak, tehát a látó határ alá mennek. És az ascendens adja a kezdetét az első háznak. Az első ház az a horoszkóp tulajdonosnak a személyiségéről szól, annak minden összetevőjével. Tehát nem a nap, nem a születésnap az, ami igazán számít. Tehát gondoljunk arra, hogy egy nap hány ember születik meg Addis Abebában, mit tudom én, Kuala Lumpurban, New Yorkban, Pekingben, vagy éppen Budapesten. A Föld, ahogy halad a maga pályáján a világmindenség, ugyanúgy látszik. Viszont, mivel a Föld a saját tengely körül forog, ennek következtében ugyanabban a pillanatban másképp látszik az égnek egy területe Pekingből, és másképp látszik Budapestről, és másképp látszik New Yorkból, és nem sorolom fel az összes helységet, tehát itt a születésnapok, tehát most mondok egy példát, biztosan lehet tudni, hogy február mondjuk 20-án a halak
első fokaiban jár a nap. Mindenkinek, kivétel nélkül, mindegy, hogy hol született. Viszont nem mindegy, hogy az a nap melyik házba kerül, és az az aszcendenstől függ. És az első ház az adja meg a személyiség legfontosabb jelentőségeit. Különös tekintettel, hogy milyen jelben van, tehát például attól függően, hogy melyik jelben van az aszcendens, attól függően elsősorban a fizikális felépítésünk, az egész testi adottságaink, a testünk egészségi állapota, tehát az egész úgymond státusza, az aszcendenstől függ. Nem csak külső tulajdonságok, hanem belső tulajdonságok szempontjából is. Ennek következtében mondhatjuk azt, hogy az aszcendens és az a jel, amelyben fel kell az aszcendens, az meghatározó a személyiségre. További meghatározó az az égi test, ami az első házban áll. További meghatározó az az égi test, amely annak a jelnek, amelyben az aszcendens van, annak a jelnek az ura. Tehát ha például az oroszlánban van az aszcendens, akkor a nap lesz az ura. De ha a rákban van az aszcendens, akkor a hold lesz a mindenkori aszcendens ura. És ez egy egész életre szól. Tehát ha most az a kérdés, hogy melyik a típusosabb rák, az, aki július, mit tudom én, 16-án született, vagy akinek az aszcendense a rákban van, nos ez az utóbbi. Tehát az aszcendens adja meg a legfontosabb tulajdonságainkat. Ez nem azt jelenti, hogy a nap az fölösleges, vagy az összes többi bolygó fölösleges. Tehát a fő lenyomatot, azt a horizontális pillanat, ugye miért érdekes ez? Mert a Föld durván 4 percenként fordul egy fokot, tehát hogyha nagyon leegyszerűsítjük a dolgot, akkor azt mondhatjuk, hogy nagyjából olyan 3 óra alatt lecseng egy 2 órás, hát nyilván a 4 perc alatt ugye a 2 óra 120 perc, tehát ez azt jelenti, hogy a 30 fok, amely úgymond 4 perc alatt megy egy-egy fokot a Föld, ahogy forog a saját tengelye körül, tehát nagyjából 2 óra alatt az aszcendens belép egy jelbe, és végig megy rajta. Jó lenne, ha ez ilyen egyszerű lenne, nem ennyire egyszerű, mert nem egy körben gondolkozunk, hanem a nappálya az egy ellipszis alakú pálya, tehát a gyújtópontban gyorsabb, az ellenkező oldalon lassabban megy az aszcendens, tehát ennek következtében ez a 4 perc, ez a Földnek az átlagos mozgása, de a horizont az nem ennyire, és most még egyszer mondom, nem szeretnék bonyolultabb matematikai összefüggéseket elmondani, azért mondtam ezt így, hogy mindenki tudja ezt értelmezni. Tehát az aszcendensnek a jele az adja meg a legfontosabb összefüggéseket velünk kapcsolatban, a saját aszcendensünk. De ahhoz, hogy ezt pontosan tudjuk, ahhoz elvben 4 percen belül kellene tudnunk a születési időnket. Nem mindenki tudja. Vannak módszerek, amelyek az események segítségével megpróbálják bepontosítani az aszcendenst, ezt régóta alkalmazzák már az asztrológiában. Nyilván több-kevesebb sikerrel, azért nem mondanám azt, hogy ezek 100%-os biztonságú dolgok, de meg lehet vele próbálkozni. Nos, az aszcendens jelentőségét még abban is megfogalmazhatjuk, hogy az egyik elsődleges pontja annak, hogy hol van az úgynevezett Achilles sarkunk. Talán emlékeznek a görög történetre, ugye Trójánál Achilleszt a sarkánál fogva sebezték meg, mert az édesanyja a vízbe, ahogy bemártotta a
sarkánál fogva tartotta, és ez a terület, ez nem érintkezett a vízzel, tehát Achilleszt pontosan ott találta el a nyélvessző, ahol a gyenge pontja volt. Na most az aszcendens, az valójában mindannyiunknak egy picikét a gyenge pontunk, a sarkunk, a sarokpontunk, ahol sebezhetőbbek vagyunk. Tehát úgy is mondhatnánk, hogy ez a legsebezhetőbb pontunk. Csak egy pár érdekesség, tehát hogyha mondjuk valakinek a kosba van az aszcendense, akkor sebezhetőbb a feje, mint más terület. Ha valakinek az oroszlánban, akkor a szíve az érzékenyebb terület. Ha a nyilasban, akkor a csípője. Ha mit tudom én mondjuk a skorpióban, akkor a nemi terület. Vagy hogyha teszem azt a mérlegben, akkor a vese területe. És hogy Achillesnek ezáltal milyen terület, hát egy vízöntő volt Achillesz, ezért volt a sarokpontja a sebezhető. Nos, innentől kezdve válik érdekessé, tehát az aszcendens által, mint egy létrejön a 12 ház, és mivel az aszcendens, tehát ugye arra gondoljanak, hogy minden állandóan mozgásban van. Tehát az aszcendens is, ha például mondjuk maradjunk most Budapestnél, Budapest 1-24 órája alatt az aszcendens a zodiákus minden fokán végigmegy. Tehát ez azt jelenti, hogy más lesz az aszcendens egy délután született embernél, más egy reggel született embernél, és ennek következtében a házak is másképp alakulnak. A házak az életsors területek. És hogy az életsors területek hogy kapnak nagyobb hangsúlyt, vagy kevésbé nagyobb hangsúlyt, az pedig a bennük álló, vagy velük kapcsolatban lévő bolygók képviselik. Tehát ennek következtében mondhatjuk azt, hogy az aszcendens abból a szempontból is meghatározó, hogy más-más házakba kerülnek az égi testek. Hát ezért volt lényeges, ugye, hogy a Szaturnusz, Jupiter és Plutó együttállása magban, az most kinek, tehát milyen aszcendenshez képest, milyen házon megy végig? Vagy a Mars bolygó, amely a koson, a kos végén fog majd nagyon sokáig tartózkodni, az vajon kinek melyik házát érinti, mert arra lesz igazán, hát hogy is mondjam csak, érzékeny az elkövetkezendő 2-2,5 hónapban. Tehát, hogyha ezeket így megvizsgáljuk, akkor mondhatjuk azt, hogy valójában ezen keresztül, tehát az aszcendensen keresztül tudjuk igazán személyre lebontani az életsors, a jellem, a konstitúció, tehát mindazon összefüggés halmazt, amely az egyénnel közvetlen, személyes kapcsolatban áll. Remélem, hogy sikerült ezt most megérteni, és ha megengedik, akkor most még egy pici hozzáfűzni valóm volna. Azt mondtam, hogy az aszcendens az ekliptikának valamelyik területét érinti. Tehát nem egy csillagképet érint, hanem az ekliptikának valamelyik területét. Az a módszer, hogy ma általában Nyugat-Európában, vagy akár a mezopotámiai időszakban, vagy Egyiptomban foglalkoztak az asztrológiával, beleértve a majákat is, az a mindenkori úgynevezett nap pályának az 1/12 részével kapcsolódott. Tehát a nappáját a mindenkori tavaszhoz ponthoz képest felosztották 30-30 fokos egyenlő szakaszokra, ellentétben a csillagképekkel, amelyek nem egyenlő 30 fokos szakaszok. Nagyon fontos ezt tudni, az egyiket úgy hívják a csillagképeket, hogy szidelikus, zodiákus, mi nem ezzel foglalkozunk, amivel mi foglalkozunk, azt úgy hívják, hogy trópikus, zodiákus.
Tehát amikor én az aszcendensről beszélek, akkor nem a csillagképekkel kapcsolom össze a horizontot, hanem az ekliptikával, a látszólagos nappájával, és azt vizsgálom, hogy ott hanyadik szakaszban van az aszcendens. Mert az első, a tavaszpontra rámérve, mindig egyenlő 30 fokban gondolkodva, az első mindig a kos. A következő 30 a bika, tehát így megyünk végig a 360 fokig. Remélem, hogy ezt most már mindenki tudta követni és érteni. Még egyszer felvetem, hogy lehet, hogy egy személyes találkozás az jót tenne. Nyilván egy színház termet, vagy valamilyen előadó termet kellene béreljek. Ahhoz azonban azt is tudnom kellene, hogy hányan jönnének el erre az összejövetelre, hiszen nem filléres dolog Budapesten egy terembérlet, tehát hogyha belemegyünk egy ilyen helyzetbe, akkor nekem kell, hogy legyen egy felmérésem arra nézve, hogy mondjuk egy 80 fős termet, vagy egy 40 fős termet, tehát nem mindegy, vagy 120 fős termet, tehát na minden esetre majd valamilyen módon ezt meglátjuk, hogy tudjuk megoldani. További szép nyarat kívánok, és remélem most már mindenki érti az aszcendensnek a lényegi részét, tehát nem a nap a legfontosabb, hanem az aszcendens, amely viszont a napi óra perctől függ, hogy mikor láttuk meg a napvilágot, természetesen egy adott földrajzi helyen. Mert igencsak eltérés van mondjuk egy soproni születés és egy debreceni születés között, bizony-bizony az pár foknyi eltérés az aszcendensek szempontjából. Isten áldja Önöket, további szép augusztus, szép nyarat, és rövidesen jelentkezem a tragikus beiruti szerencsétlenség vonatkozásában. Viszontlátásra!